Na, na ide vele. Mit szólsz? Nagyon vicces. Megmondtam. Ez sosem menne neked. Jobb lesz, ha csak az adminisztrációval foglalkozol. Azt már rendezem. Mit szólsz hozzá? Oktató Stevie Hall? Mi? Ezt miért csináltad? Nem kell plakát. Mégis hogy akarsz reklám nélkül tanítványokat szerezni? Akkor hagyd le róluk a nevemet. Pedig szerintem te nem vagy szégyenlős típus. Ez az egyetlen példány? Nem, megegyeztem a nyomdásszal. 500-at csinált 250 áráért. Kitettem néhányat a kamionos pihenőben, és Nick vitt a vásárra. A fenébe is, Alex, megkérdezhettél volna. Nem gondoltam, hogy kéne. Most meg hová mész? Bujkálsz valaki elől? Egy régi fiút? Vagy adóbehajtó? A családod? Mi? Biztos megvan rá az okot, hogy miért nem plakátolhatom ki a nevedet. Már megmondtam, nem szeretem a reklámot. Ó, ne hülyülj, tipikus magamutogató vagy. Egyhetnénk a témát. Kiraboltál egy bankot? Bekapcsolt a hangposta. Hagyd neki üzenetet. Szia, Jody, Tess vagyok. Kérlek, hívd fel Nick telefonján. Szia. Hívd fel Terryt, talán nála van. Na és ha mégsem. Angelen kamionos pihenő. Á, szervusz, Tess. Milyen a vásár? Á, nem, itt minden rendben van. Nem, nem. Senki sem szólt ide, hogy lerobbantál. Még szerencse, hogy Nick arra járt. Ne haragudj, bennem kell várnak a vevők. Szólnál Jodynak, hogy Craig keresi a vásárban? Igen, igen, úgy van. Viszlát. Hey. Bocs, de nyomta hibás. Most egy potenciális tanítványt ijesztettél el. Gondolhattál volna rám, mielőtt kinyomtattad. Szia, édesem, mi van nálad? Átszerveztem az irataidat. Csodálom, hogy eligazodtál azon a rumlén. Ugye nem bolygattad meg a rendszert? Milyen rendszert? Még nem tűnt el 24 órája. Nem akadhatott össze egy barátjával, mondjuk egy fiúval? Jelenleg nincs barátja. Nézzel, nem hiszem, hogy az UFO-k vitték el. Tudom, hogy Bree volt. Felvázolom a helyzetet. Tessnek volt egy csordája, ami eltűnt. Jody beszállt egy kamionba, és nincs meg sem ő, sem a csorda. Nem gondolja, hogy ez egy kissé furcsa? Nézzék. Megértem magukat. Próbálom összeszedni a tényeket. Még a legapróbb részlet is segít megtalálni valakit. Bree az egyetlen, aki tudja, hogy merre van Jody. Kérem, nem tudná kikérdezni? Egyszerűen nem vált meg. Ő az ott. Elnézést. Hol van Jody? Megint maga? Örülök, hogy itt van, biztos úr, mert ez a nő folyton zaklat. Mi? Ezt nem hiszem el, hazudik! Hölgyem, hagyja ezt rám. Maga tudja, hogy hol van, árulja el! Tess, hadd végezze a munkáját. Az ifjú hölgy szerint elrabolta a csordáját és az egyik barátját. Igen, persze. És a kis táskámban dugdosom őket. Nézze bele a kocsijába. Megengedi? Hogyne, csak tessék, intézkedjen. Elnézést, hogy háborgattuk. Nincs semmi. Csak ennyiben hagyja. Egy üres kamion miatt nem tartóztathatom. Egyértelmű, hogy valahol lerakta a csordát. Igen, Jodyval együtt. Nagyon sajnálom, hogy elvesztette egy barátját, de tudja, meg lehet, hogy nem szeretné, ha megtalálnak. Mondja, mit művelt vele? Nézze, nem tudom ki maga, de ezt már kezdem unni. Tess, menjünk. Ezzel nem segítesz. Megkértem, hogy hagyja rá. Várjunk. Ha sosem találkoztam vele, honnan tudom, hogy Bree-nek hívják? Jobb dolga is akadhatna, mint hogy ezt hallgassa. Nos? További szép napot, Dina. Köszönöm, biztos úr. Meg lesz. Megírom a jelentést, de én nem aggódnék. Előkerül a barátja. Kösz a segítséget. Hazugság volt minden szava, Nick. Tudom. Most mit tegyük? Rajta tartjuk a szemünket.
Ne aggódj! Ezek a vidéki zsaruk tökkelítöttek. A fickó kapásból bekapta a horgot. Segítség! Hagyjunk, csak inkább lépjünk le. Csak még egy meló szívem. Már csak egy kéne. Eleget kapunk a csordáért. Mondtam, hogy elbírok velük. A kocsi üres. A jogsim hamis, nem találhatnak ránk. Van ott valaki? Kérem, segítsenek nekem! Nem tudnád elhallgatta? Segítség! Pofa be! Hello! Segítsenek! Azért igyekez, kicsim. A következő áldozatot keresem. Szeretlek. Én is téged. Hello. Stevie. Sok pénzt és energiát fektettem a plakátokba. Rendben, majd visszafizetem. Ha üzlettársak leszünk, meg kell bíznunk egymásban. Igazad van. Rose miatt bujkálsz? Előle? Honnan tudsz róla? A volt férjed kikotyogta. Azt hiszed, a lányom elől rejtőzködöm? Még sohasem meséltél róla, Stevie. Az nem jelenti azt, hogy nem szeretem. És hogy nem tennék meg érte mindent. Mindent értet teszek. Akkor miért nem akarod, hogy megtaláljon? Én ezt sohasem mondtam. Hé, hey, Stevie! Segítsen valaki! Valaki segítsen! Hordd el! Elhallgass! Megértetted? Szóval van egy lányod, aki valaki mással él. A nővérem neveli, világos? Ez még nem magyarázat arra, hogy miért nem láthatják a nevedet. Azért, mert semmi köze hozzá. Van egy fickó. Egy másik volt férjed? Nem. Nem házasodtunk össze, de elég jóban voltunk. Amíg el nem csesztük. És a pasas a nyomodban van? Azt állítja, hogy loptam tőle. De az az enyém. Miről beszélsz, Stevie? Az nem érdekes. Csak ezért nincs szükségem reklámra. Ne haragudj, hogy félreértettem. Semmi baj. Hé, van még ebből nálad? Igen, egy egész Jody eltűnt, sehol sem találjuk. Tessék! Segítség! Gondoltam, biztosan fázol. Köszönöm. Tudja, maga nem tűnik bűnözőnek. Ha megfújom a csordákat, annak számítok. Miért csinálja ezt? Mert megtehetem. Mert ez jobb, mint egész életemben robotolni. Mert jobb életet akarok a gyereknek. Van gyereke? Úton van. Bree babát vár. Bree? Igen. Évekig próbálkoztunk. Nem, mintha bánnám. Kérem szépen, engedjen el. Nem lehet. Vijay! Hallom, jó vásárt csináltál, gratulálok! Köszönöm! Még találkozunk. Rendben. Talán segíthetek. Hé, a felesége említette, hogy... Semmi baj, már intézkedtem. Nem lehetnétek kevésbé gyanúsak? Hogyan, éppen egy kamion törünk fel. Mit művelt, Bree? Jó, tudod, elcseveg a helyiekkel, semmi törvényellenes. Sikerült!